Fennállásának 21. évfordulóját ünnepelte a Magyarok Dal Színház február 6-án a Monostori Erődben. A jeles alkalomra látványos gálaműsorral készült a társulat meghívott vendégeivel. Az est során a Magyarok Dal Színház által színpadra állított darabokból csendültek fel népszerű dalok, valamint magyar operett, rockopera és musical slágereket is hallhatott a közönség. Az est házigazdája Szabó László a Magyar Teátrumi Társaság titkára volt. A Magyarok Dal Színház rendkívül fontos szerepet tölt be a magyar kulturális életben, mondta ünnepi beszédében Mencer Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. A társulat hitelesen mutatja be a történelmet, és neveli a fiatalokat a szűkebb pátriájuk megbecsülésére, amelyre valljuk be, nagy szükség van. Ha nem becsüljük az otthonunkat, a várost vagy a falut, ahol élünk, akkor nem tudjuk becsülni az országot és a kultúrát sem, amely körülvesz bennünket. Fontos, hogy ismerjük gyökereinket, múltunkat és értékeinket, fontos, hogy büszkék legyünk nagy elődeinkre. De az egészet azt teszi átélhetővé, hogy a teljesítmény felidézésével együtt a hely szellemét is magunkba szívjuk. Csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el, idézte Jókai Mór Szabait, Cunyiné Bertalan Judit kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője. 21 év távlatából néha megéri emlékezni arra, hogy a dolgok nem csak úgy maguktól vannak, nem csak úgy megszületik az ötlet, és akkor abból hirtelen valami sikert.